a zene és hangszerkészítő műhelynek a prezentációja következik. Voltak kérdéseink a magunk fele, a világ működése fele, a hangok fele. Igazából a hangokat, a zenét, a hangszerkészítést nem célként tekintettük, hanem eszközként arra, hogy újabb ismereteket szerezzünk a világról, saját magunkról és egymásról. Az, hogy az elkészült hangszerek mennyire újrahasznosítottak, ökoszemléletmódúak, kapcsolódnak a fenntarthatósághoz, nem hangsúlyoznánk ki, mert magukért beszélnek. Nem próbáltunk meg olyan zenei tükröt készíteni, aminek a megtanulása és bemutatása nehézséget okozna. Játszani próbáltunk. Úgy éreztük, hogy feszültség keletkezik, probléma keletkezik, nehézség keletkezik. Megéltük, de igyekeztünk nem belehozni a műsorunkba. Viszont abban állapodtunk meg, ha mégis fölmerülne, akkor azt ugyanúgy elétek tárjuk, mint mindennek a derűjét és a könnyedségét. A kérdés sorunk két utolsó kérdését fogom idézni nektek, és a kérdésekre adott néhány választ. Az első kérdés a tábor tematikájához kapcsolódóan, ami ugye a hullámzás. A második kérdés pedig ez okozta a legnagyobb nehézséget, ennek a megválaszolása. Próbál túlmutatni a gondolat, az értelem és az érzelem határain. Megválaszolása lazaságot, könnyűséget és vagy pallérozott elmét kíván. Az első kérdésünk az volt a hullámzáshoz kapcsolódva. Mi nem hullámzás? Tükröt tartunk a hullámzásnak avval, hogy megkérdőjelezzük, illetve megkérdezzük magunktól, hogy mi nem az. Le akarjuk egyszerűsíteni a dolgunkat, mert hogy mi az, arra nagyon profán válaszokat találtunk, és ezeket az elsődleges profán válaszokat, könnyen jövő dolgokat, mert ugye mondhatnánk, hogy minden az, ezeket megpróbáltunk eldobni, és megpróbáltuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy mi nem az. Ez nem mindig sikerült, de ezt se fogjuk elrejteni, hanem elétek fogjuk tárni. Később a hangszerbemutatónkba, a zenei bemutatónkba bele is fűztük ezeket a kérdéseket, válaszokat, tehát a gyakorlati, kutatási struktúrát megpróbáltuk alkotói attitűdben, alkotói szemléletmódban beleszőni, belefonni versként, dalszövegként a zenei szöveteink. Mi nem hullámzás? A múlt, a halál és a szeretet. A második kérdés, mi ez volt? Mi ez? Ez egy forráskutatás, miből indulunk, hová érkezünk. Mi nem hullámzás? Kő, egyenes vonal, zen. Mi ez? Kérdés. Mi nem hullámzás? A kő, de valójában minden hullámzás. Mi ez? Erre nem jutott eszembe semmi. Mi nem hullámzás? Sín, híd, kisimult LKG görbe. Mi ez? Minden. Első hangszerünk a szférafon. Thank you.
sokat beszéltünk, sokat beszélgettünk, így sok félreértést csináltunk. Megállapítottuk azt, amit 75 ezer éve már elég sokan megállapítottak előttünk, hogy különbözőek vagyunk. Mégis vannak olyan eszközök, vannak olyan pillanatok, vannak olyan ritusok és rituálék, amik együtt végezve egy egységes valamivé tesznek minket. Ez beszéddel ritkán elérhető, ritka az egyetértés nyelvben, úgyhogy megpróbáltuk kivenni a beszédet a kommunikációból, és beszéd nélkül kérni egymástól és adni egymásnak. Résztvevők elkészülnek a hangszerék összerakásával, és helyet foglalnak. Addig, ha a többi hangszerről nem is beszéltünk, mert úgy gondoltuk, hogy beszéljenek ők is magukról, jobban tudják azt, mint a szavak. Mégis gondoltuk, hogy némi hangszertörténettel szolgálunk nektek, hogy hogyan is alakulhattak ki a hangszerek. Ez nem feltétlenül a tudományos verzió, de nagy valószínűséggel közel járhatunk az igazsághoz. Arra gondoltunk, hogy ha zenéléssel kezdjük a pályafutásunkat, akkor nem biztos, hogy most itt ülnénk. Mert lehet, hogy két jó zenélés két jó táncolás között elfogyott volna az energiánk, és meghaltunk volna. Nem lett volna vízünk, és nem lett volna fegyverünk, amivel elejtünk valamit. Tehát azt gondoltuk, hogy először vala az ős PET palack, ugye ez a legrégebbi a szedben, mert hogy miből van a műanyag, most már elég sokan tudjuk. Kőolaj. Kőolajból, miből van a kőolaj? Dinoszauruszból. Dinoszauruszból, és még? Fából. Fából. Szenesedés. Nagy nyomás, igen. Elhalt. Elhalt növényi részek. Elhalt növényi részek, de még inkább állati, mert hogy ugye kellett, hogy legyen benne csont. Hát ugye olaj, az miből lesz? Miből mi lesz? Olaj, zsír, zsíradék. Olajadék. És ez a Wikipédia szerint ugye az elhalt egysejtű tengeri élőlények a tengervíz nyomásának hatására képezték ezt a
vagy a testükből származó zsíradék, olaj az, ami. Tehát ez a, az ős petrol, nyilván ez egy cserépedény lehetett, vagy egy bőrtömlő, amiben a folyadékot fölfogtuk, tehát edények vettek körül, nem hangszerek, és fegyverek vettek körül. Utána jött csak a hegedű. De ebből származik, mert ugye egy íj, és lehet, hogy ez már a vadászat közben is jól hangzott, hangot ad. De ugye, akkor még arra koncentráltuk, hogy eltaláljuk a betevőt. Tehát kellettek edények és kellettek fegyverek, ugye, ami az önfenntartáshoz volt szükséges, és ebből alakultak ki a hangszereink. Már egymás fele futnak. Igen. Meg volt az ebéd, a gyereksírás, és jöhetett a zene. Hogy ugye a gyerekeknek is nehezen megy, hát még a felnőtteknek. Ugye a nagy a kihagyás a játékba, a saját készítésű hangszerekbe, akkor ugye nehezen áll össze a zene. Úgyhogy mindenkit arra sarkalok, arra biztatok, hogy ne veszíts el a játékot. Ne hagyja csak a gyereket játszani, hanem ő is játszon vele azokkal a játékokkal. Készítsen sajátot, és próbálkozzon rajta. Nem lesz könnyű, de megéri. Összefűzzük a hangokat a szöveggel, a kérdéseinkkel. Ez a következő lépésünk. Szépen. Ami még született spontán a zeneműhelyben,
egy vers, mondhatni, hogy a tábor nulladik napján Györgyi tollából, úgyhogy ehhez is csalogattunk még hangokat. Egy önként jelentkezőt szeretnénk kérni, mert volt még egy tagunk a műhelybe, aki elment, nem kezd zenélni, csak az egyik hangszert tartani, segíteni. De, gyere ide, fiatalul, gyere! Könnyű lesz. Igen, ő kicsi. Elsőnek az apukája. Jó, akkor apuval egy. Gyere! Igen. Jó, úgy már jó. Gyere, apu. Úgy kell, szembe. Igen. Ja. Így. Igen. Vele ide, felem szembe. Aztán majd ott állsz, igen. Igen. Jó, már is jövök. Illetve nektek majd mi leszünk válva, ti lesztek kézbe. Gyertek közelben, mert nem érdem. Igen. Kitegyük. Akkor fordítva, igen. Ezt leengedjük balra. Igen, akkor gyere más oldalra. Így. Na, akkor az neked pont, igen. Kicsit lejjebb. Így. Még. Még. Még, igen. És közelebb ahhoz. Közel. De jó. Aha, még közelebb. Elérjük. A bal kezed. Arra közelebb. Mármint, hogy... A igen, úgy. Igen. Ja, ja. Igen. Ja, ja, ja. Szépen, hogy meghallgattátok a hangjainkat. A következő pedig, ha jól tudom, a vizuális műhelynek a prezentációja, ez Elemér vezetésen.